a legnagyobb kincs. Krisztusban, kedves testvérek, Szent Atyánk Ferenc pápa az idei évféli szentmisén a szentbeszédben egy nagyon szép történetet osztott meg velünk. A történet szerint, amikor az Úr Jézus megszületett Betlehemben, akkor, és ezt látjuk számtalan Betlehem ábrázolásainkon, nagyon sok pásztor ment oda, és mindegyik pásztor valamivel kedveskedni akart a születendő gyermeknek és a szülőknek. És volt egy pásztor, egy nagyon szegény, fiatal pásztor, akinek nem volt semmije. És hát először nem is akart oda menni, mert ő nem tud mit odavinni, de aztán mégis oda került a jászolhoz, az istálóba, és történt ekkor, hogy olyan sok adomány összejött, hogy a szülők, a szűzanya és József már nem győzték hova rakni őket. És ekkor, mivel a boldogságos szűzmel kezében ott volt a csecsemő, akit mindig mutatni kellett, másik felől pedig próbálta rakosgatni a már halom adományt, meglátta a boldogságos szűzmel ezt a pásztort, akinek üres volt a keze. És ekkor odahívta őt magához, a boldogságos szűz, és az üres kezű pásztor kezébe a gyermeket adta át. És a pásztor ekkor döbbent rá arra, hogy már nem is üresek a kezei. A pásztor ekkor döbbent rá arra, hogy a legnagyobb kincset tartja a kezében, az Isten fiát, a királyok királyát. Ma mi is egy olyan pásztort ünneplünk, Szent István diakonus, akiről bátran elmondhatjuk, hogy a legnagyobb kincset, a Krisztusba vetett hitet tartotta a kezébe. És a mai szentírási szakaszok alapján nézzük meg, hogy István diakonus hogyan bánt ezzel a kincsel, a legnagyobb kincsel, hogy ő pásztorként hogyan bánt a kezébe letett ajándékkal, a Krisztusba vetett hittel. Az Úr Jézus a mai evangélium első szakaszában arról beszél, hogy legyünk óvatosak az emberekkel. Mert bíróságra adnak, és így tovább. És hogy azért történik mindez azért, hogy tanúságot tegyünk előttük. Nyilván István diakonus, ahogy olvastuk a mai szenteckében, ő is kifogásokat tehetett volna. Ő is ugyanolyan agresszióval válaszolhatott volna, ő is ugyanúgy beleálltott volna a rossznak a spiráljába. De István diakonus éppen úgy tett tanúságot a hitéről, hogy a kincse, a Krisztusba vetett hite megmaradt. Ő nem csak véltanú volt, hanem diakonus is, vagyis az egyház egyik szolgája. Az ő feladata a szeretett szolgálat volt. És éppen ezért elmondhatjuk, testvérek, hogy először is meg kell újra tanulni okosan vitatkozni. Hogy a felénk áradó dühel, mi ne vegyük fel a harcot. Hanem István diakonushoz hasonlóan maradjunk ilyenkor is csendben. De ami még fontosabb, testvérek, hogy történjék bármi az életünkben, nekünk tanúságot kell tenni arról a Krisztusról, aki a betlehemi éjszakában gyenge gyermekként jött el közénk. Mi nem harcolhatunk a ránk támadóaknak a fegyverzetével. A mi fegyverzetünk a betlehemi jászol igénytelen csendessége. Nekünk a legnagyobb kincs van a birtokunkban. És ittán elmondhatjuk azt is, hogy igazából István diakonus úgy szolgál, hogy megbocsájtott. Az ő szolgálata, az ő tanúság tevése abban áll, hogy képes volt még a halála előtti pillanatokban is az üldözőért, a megkövezőért és Saulért is imádkozni. És lásd, István imádságának gyümölcse Saulból a pálapostoli megtérés lett. Igen, mindig, amikor Krisztus fegyverzetéhez, a szelídséghez, az alázathoz, vagyis a csendhez ragaszkodunk, akkor Krisztus fegyverzetét öltjük magunkra. És így értjük meg azt is, hogy ez a szolgálat, a megbocsátás éppen azt jelenti, hogy István diakonus gazdag volt.
Csak az képes igazából megbocsátani, aki gazdag. És hogyha ez a legnagyobb kincs, a Krisztus itt van a birtokunkban, akkor talán mi is könnyebben tudunk ezzel a hittel, ezzel a kincsel élni, bánni, és így tenni tanúságot. És nem utolsó sorban, a mi kezünkben is le van téve az egyház legnagyobb kincse, az Eukarisztia. Nincs az egyháznak ennél nagyobb kincse, mint a kenyér és a bor színe alatt közöttünk lakozó Krisztus. Hát próbáljunk meg úgy élni, és úgy tanúskodni, hogy másokat is el tudjunk vezetni ehhez a kincshez. Hiszen a legnagyobb szolgálatunk, testvérek, az lehet nyilván anyagi, vagy bármilyen segítség, de a legnagyobb szolgálat a hívő emberek mégiscsak az evangelizáció, mégiscsak az, amikor meg tudom osztani a Krisztusba vetett hitemet és örömömet a másik emberrel szóval, és akár a megbocsátása, a szelítségemmel, az alázatommal. És ha megkérdezik, hogy honnan van erőd, akkor mutass rá az Eukarisztiára. Legyünk mi olyan evangelizálók, akik a rendszeres, gyakori, sőt napi szentáldozással a legnagyobb kincsből táplálkozva élünk, és másokat is el tudunk vezetni, mint István diakónus az ő gyakori tanúságtételével az Eukarisztiához. Budapesten volt az evangelizáció iskolája, így a kongresszus felkészülésében, és ott mondta valaki, hogy elmentek, hogy volt egy, hogy Budapesten az egyik temetőben egy temetés után volt gyászmise, és akkor olyan emberek közé jut, akikről ugye a szentmis alatt kiderült, hogy nem nagyon vallásosak, tehát nem tudták az imádságokat, és akkor így elgondolkodott magába, hogy hát most, ugye, és jött az áldozás pillanata, egyre inkább közeledett, és mondta, hogy most felálljak, de hát mit fognak szólni? De akkor át kell mennem itt a soron, hát inkább nem állok fel, inkább a helyemben maradok, hiszen kibírom nélküle is. És annyira megszállta őt ez a gondolat, hogy aztán végül is bátran felállt, és kiment áldozni. Kedves testvérek, szolgálni most az eukarisztikus kongresszusra való felkészületben azt jelenti, hogy rendszeresítem, gyakoriasítom, szinte napi áldozóvá fogok válni. És így teszek tanúságot arról, hogy számomra az Eukarisztia a legnagyobb kincs. A másik, amit látunk a mai evangéliumban, hogy hát az Úr Jézus azt mondja, hogy milyen fájdalmak és szenvedések, félelmek várnak majd ránk. Ide ne aggódjunk, ne gondolkodjunk előre, mert a lélek fog belőlünk szólni, vagyis megtanít bennünket az Úr Jézus a bizalomra. Arra a bizalomra, amely pont ebből a legnagyobb kincsből fakad. Arra a bizalomra, amely karácsonynak az üzenete, hogy Jézus még a legnehezebb helyzetekben is Emmanuel, hogy ő mindig velem van. A tegnapi napon egy családlátogatáson voltam, ahol az édesanyja azt mesélte, hogy vele volt a Jóisten, mert a szentmisalt eszébe jutott, hogy nem kapcsolta le a sütőt, és akkor hazafutott, és már tényleg már eléggé elégett ott a finomság, és hogy vele volt a Jóisten, hogy nem történt nagyobb baj. Mert ha baj történt volna, nem lett volna vele a Jóisten? Karácsony üzenete éppen abban áll, hogy Krisztus még a legnehezebb helyzetekben is Emmanuel, hogy ő mindig velünk való Isten, hogy ő mindig velünk és mellettünk van. Nyilván nehezek az életnek a helyzetei, de talán éppen amikor padlót fogunk, éppen amikor nem sikerülnek a dolgaink, éppen akkor van Krisztus a legközelebb hozzánk, és ez szüli meg a bizalmat, hogy történhet velem bármi, nem aggódok, történhet velem bármi, Krisztus, aki azért született, hogy Emmanuel legyen, velem van. És mi más, testvérek, mint az Eukarisztia, ennek a velünk való Istennek a földi jelenléte. Az örök mézes, ami a templomban szüntem világít, nem csak figyelmeztet, hogy itt van az Eukarisztia, hanem hogy veled van. Ő mindig,
minden pillanatban veled van, csak rajtad áll, hogy az eukarisztiából táplálkozva elmélyíted-e az Úr Jézusnak a veled való létét jóban, rosszban egyaránt, vagy megmaradsz csupán a felszínen, és minden nehézséget Isten büntetéseként fogod megélni. És a harmadik, amit a mai evangélium mond, a mai evangélium az Úr Jézus mond, testvérek, az nem más, mint az álhatatosság. Hogy aki mindvégig kitart, az üdvözül. István diakonus valóban élete végig álhatatos maradt. És ma, amikor reggel felébredtem, az elmúlt 4 napban 20 szentmise után vagyok, hát higgyék el, hogy nem nagyon volt kedvem újra elindulni a mai napnak. Újra elgondolni, hogy mit fogok mondani. Amúgy is a tegnapi nap 3 órát aludtam, volt 4 szentmise, ebéd valakinél, aztán családlátogatás, este 9 után jöttem haza, abszolút lefáradva, és aztán ma hamar elment az éjszaka, ma megint felébredtem, és nem volt kedvem felkelni az ágyból. De amikor rágondoltam arra, hogy én ma testvérek áldozni fogok, és rágondoltam arra, hogy nektek az eukarisztiáról fogok beszélni, rögtön lelkes lettem. Igen, az eukarisztia válik számunkra azzá az energia itallá, amely nem csak egy napra, de egész életre szárnyakat képes adni. Az eukarisztia válik számunkra azzá a ceruza elemmé, amely soha nem fogy le. Az eukarisztiában, ahol Jézus közelsége jelen van, ahol szeretetének a radikalitása itt van, ez biztosítja az álhatatosságunkat, ez biztosítja minden napra a szükséges erőt, életet és a szükséges forrásokat is. Hát, testvérek, próbáljunk úgy élni az eukarisztiával, hogy számunkra ez a legnagyobb kincs. És kérjük Szent István diakonusnak a közbenjárását is, hogy tanítson meg bennünket, ahogyan ő. Tanítson meg bennünket. Tanúskodni az eukarisztiáról, belőle élni és vele élni. Hogy az eukarisztia legyen számunkra az evangelizációnak a forrása, a bizalomnak a forrása és az életnek a forrása. Ebben segítsen minket az Úr Jézus. Amen. Istenem,